látni, hogy 40%-a az asztaloknak már lekötőse kerültek egyben. Az asztalfoglalás pontos lépéseit mutatja Moroc Erika, a helyi Turinform-iroda vezetője. Ismét megrendezik ugyanis a Parázs Barázs családi hétvégét városunkban, amelynek a hagyományokhoz híven az alsó Dunapart ad otthont. Mint mondta, az idei évben 320 asztallal készülnek, amelynek lefoglalására két módon, személyesen, illetve online van lehetőség. Mindenképpen az elmúlt évek bevált gyakorlatát használjuk idén is, tehát ez az online asztalfoglalási rendszer nagyon jól működik. Foglaláskor meg kell adni az ügyfélnek az adatait, e-mail címét, illetve telefonszámát, majd kapni fog a foglalásról egy előzetes e-mailt, hogy mi alapján és milyen úton, módon, formában lehet kiegyenlíteni az asztalt. Majd ezt követően, hogyha ez a kiegyenlítés megtörtént, akkor válik fixé, véglegesé az asztalfoglalás. Idén is 5000 forint egy asztal, ami 10 fős társaságot jelent, egy csomag faszenet, egy jeget, és idén egy Dunai Város kenyeret fognak kapni a baráti társaságok, illetve az asztalfoglalók. Kétféleképpen lehet az asztalfoglalást is kiegyenlíteni, vagy személyesen itt a Turinform irodában készpénzzel, vagy utalással a parázsvarázs.com honlapon, illetve a visszaigazoló e-mailbe található bankszámlaszámra. Moroc Erika elmondta, minden korosztály számára színes programokkal készülnek. Május 27-én az első nap ugye a koncertek, mint minden évben most is ez adja magát a programot. 17:30 élő koncertek lesznek, idén először egy külföldi zenekar is ellátogat hozzánk. Egészen hajnali 2-ig diszkóval várjuk a szórakozni vágyókat, illetve a kilátogatókat. Szombati napon délelőtt egy kicsi sportolunk, tehát a foci mindenképpen megrendezésre kerül idén is, ugyanazon a helyen, ahol idáig is volt, tehát a régi lemezalakító szabadidőparkjában, és délután 4 órától veszi kezdetét az óriási nagy főzőcskézés grillezés. Majd szintén este, tavalyi évből kiindulva úgy vettük észre, illetve azt a visszajelzést kaptuk, hogy igény van szombaton este is egy nagyobb élőbb koncertre, tehát ugyanúgy megszerveződik idén is szombat este 2 koncert, majd vasárnap a gyerekeké lesz a főszerep. Hozzátette, bíznak abban, hogy az időjárás kegyes lesz, és minden érdeklődő egy jó hangulatú családi hétvégével és élménnyel gazdagodhat.